Elkészült a megyei önkormányzat harmadik saját kiadású kötete, amely a térség mezőgazdasági múltjával és jelenével foglalkozik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gyümölcstermesztése 1945-től napjainkig címet viselő kötet, közel 70 év anyagát öleli fel, de a szerzők szerint minden évről lehetett volna készíteni egy-egy külön kiadványt. Az elmúlt néhány évben minden évben egy-egy önálló kiadási kötettel jelentkezett a megyei önkormányzat, olyan hiánypótló művekkel, amelyek a megye növénytermesztését, növényvilágát, állatvilágát, kastélykertjeit mutatták be. Most pedig a megye gyümölcstermesztését illetően született egy átfogó munka, amely az 1945-ig korábban megszületett idő tartamát folytatva 45-től napjainkig mutatja be a megye gyümölcstermesztését. A kiadási költségeket teljes egészében a megyei önkormányzat vállalta magára. Ez 3 millió forintos támogatást jelentett. A könyv több nagy történelmi időszakot is felölel, de az események mellett azoknak az embereknek az életébe is bepillantást enged, akik meghatározzák a megye mezőgazdaságát, hiszen nagyon sok embernek ez a megélhetést jelenti. Mai fiataloknak pedig tanulni illik ebből a múltból, amit őseik, édesapjuk, nagyapjuk ugye alkotott, hogy hogyan tovább egy jobbat. Itt vannak köztünk azok az emberek, akik most már irányítják a megye mezőgazdaságát és az emberi gyümölcs termesztését, megnyilatkoznak a sajtóba, legyen ez kamarai szintű vagy érdekképviseleti szintű, de ez a megnyilatkozás mindaddig porba hull, amíg a magyar állam vagy annak a szakmai legfelsőbb vezetés, a minisztérium kellő alappal nem fogja támogatni ezt az egész igyekezetet. Jelen pillanatban még úgy érzem, Magyarországban ez nem fő kérdés. A könyv tehát nem csak nosztalgiázás az idősebbeknek, példamutatás a fiatalabbaknak és összefoglalás a szakembereknek. A szerzők további célja, hogy újabb kutatásokra ösztönözzék a szakma képviselőit.